Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit itt a 21. század intézetben. Rendhagyó könyvben mutatóni az esemény házigazdája vagyok, Ferkó Dániel, és hát az idő is kegyes hozzánk egy késő nyári, kora őszi, gyönyörű napon. A szokásos kérés, hogy a telefonjaikat kérjük, hogy tartsák kikapcsolva, nem lenne jó, hogyha csöngés zavarná meg a felszólalókat vagy a beszélgetést. Szóval a rendhagyó könyvbemutatóra gyűltünk össze, hiszen csak ritkán, vagy talán még soha nem jelent meg rendhagyó hazaszótár. Magyarnak lenni ma politikai állásfoglalásnak számít, írja a Valahol Szabadsága című könyvében Demeter Szilárd. És hát a történelem úgy hozta, hogy ez nem csak ma, hanem 1956-ban, 1848-ban, Rákóczék felkelésekor és korábban is politikai állásfoglalásnak számított. Demeter Szilárd műve rólunk, magyarokról, a magyar szabadságról szól. Idézet a kötetből. Kényelmetlen. Vannak kényelmetlen emberek. Így vannak jelen időben. Mert a kényelmetlen emberekben az a legkényelmetlenebb, hogy még haláluk után is jelen maradnak az életünkben. Ilyen kényelmetlen ember Kertész Imre vagy Csóri Sándor, Németh László vagy Szőcs Géza. Vagy Petri György. A kényelmetlen ember azért kényelmetlen, mert nem tűri a beskatujázást. Ráteszel egy címkét, lerázza magáról. A kényelmetlen ember néha igazat mond, néha meg olyan igazat, ami nem a te igazad, de úgy mondja azt az igazat, ami nem a te igazad, hogy muszáj foglalkoznod vele. A kényelmetlen embert nem tudod zárójelbe tenni. A kényelmetlen ember nem csak a műveiben kényelmetlen, hanem a hétköznapjaiban is, mert nem szobor, hanem emberből van. Az embernek lenni minden nyűgével. Amikor megkérdeztem, hogy miért kellene nekem egy 30 évvel ezelőtt készült Petri életinterjút elolvasnom, Schmidt Mária csak annyit mondott, ha érteni akarod a kortárs magyar irodalmi életet, akkor olvasd el. Elolvastam. Vettem egy nagy levegőt. Kifújáskor annyit mondtam, na igen. És ezt még párszor. Belégzés, kifújás, na igen. A kényelmetlen ember azért kényelmetlen, mert szabad. És a megélt szabadsága emlékeztet téged arra, hogy neked is szabadnak kellene lenned. Most felkérem G. Fodor Gábort, a 21. század intézet stratégiai igazgatóját, hogy méltassa a kötetet. Üdvözlök mindenkit. Elsősorban régi barátságunk okán Szilárdhoz fogok beszélni. Én szerkesztettem a könyvet, és újra is olvastam a hétvégén, de hogy mit mondjak, még mai nap délutánig nem volt gondolatom. Aztán lett. Majd Szilárd megítéli. Mert hogy szeretnék néhány problémáról beszélni, mert tudom, hogy Szilárd nem szereti a feldicsérést. Ezért kezdjük azzal, hogy mi is ez a feldicsérés problémája. Engem felkértek, hogy méltassam a kötetet. Ebben vagyok szerintem a legrosszabb a dicséretben, tehát én korholni szoktam, de hát meg kell ugrani ezt a feladatot is. És Szilárddal hosszú múltunk van, dolgoztunk egy közegben, ahol nem volt szokás, hogy dicsérjük egymást, meg hogy megdicsérjenek minket. És onnét tudtuk, hogy ha rosszul végezzük a munkánkat, hogy szóltak, hogy ez nem jó, de egyébként, ha jól végeztük, akkor nem mondták el, hogy jól végeztük a munkánkat. És azt gondoltuk, hogy ez így rendben van, mert hogy a munka fontos, és van egy kedvenc festőm, Kondor Béla, aki azt mondja, hogy a munka mellékterméke a mű, és hogy a munka van elől. De nem biztos, hogy ez jól van így. Mert hogy a baloldal, vagy az ellenfeleink, mintha másképp csinálnák, ott szerintem egy tapskultúra van, és valahogy az lehet a megfontolás, hogy a taps majd megoldja a mű problémáját. Ha nagy a taps, akkor nagy a mű. És lehet, hogy ebből tanulhatnánk, hogy én azt tapasztalom legalábbis, hogy nem nagyon tapsoljuk meg egymást, nem nagyon dicsérjük fel egymást. És szerintem ezt elkezdhetnénk, még akkor is, hogyha nekünk van mércénk erre, hogy jó műnek kell lennie. Szerintem ebben az esetben ez a mű kiállja a próbát. Tehát ez egy olyan mű, amit megérdemelt módon lehet megtapsolni és feldicsérni, és talán elkezdhetjük ezt az utat mi is járni, mert nem felesleges. Aztán a második probléma, ami eszembe jutott, lehet, hogy Szilárd nagy szemekkel fog nézni, hogy ilyet mondok neki,
ez a főmű problémája. Hogy én ismerem, hogy Szilárd hogy ír, meg a mondatai itt zakotolnak a fejemben, de nekem ez a könyve olyan volt, mintha eddigi életének ez lenne a főműve Szilárdnak. És ez egy komoly dolog, mert hogy általában felvetődik az a kérdés, engem is foglalkoztat, hogy mi van akkor, ha a legjobbat már megcsináltad, akkor mi lesz ezután? De hogy szerintem ez egy álkérdés, hogy mindig lehet legjobbat csinálni, de én úgy érzem, úgy érzékeltem, hogy ez egy összegző könyve Szilárdnak. Maga a szöveg is arról szól, hogy sokáig érlelődött benne sok minden, és ezt próbálta kifejezésre juttatni, és én ezt egy főmű kérdésnek tartom, és akkor eszembe jutott a három testőr szerzője. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ő a saját főművének a nagy konyha szótárt tartotta, amit élete végén egy év alatt írt meg. És írt vagy 300 könyvet, és a kritikusok kritizálták is ezzel, hogy hogy lehet ennyi dolgot írni, de a saját főművének a nagy konyha szótár tartotta, és ebbe tett bele mindent, apait, anyait. És úgy érzem, hogy Szilárd ebbe beletette az apait, anyait. Aztán arról a problémáról is szeretnék beszélni, amit én úgy összegzek, hogy mi is ez a könyv, tehát hogy mi a műfaja ennek a könyvnek. Ironizálhatnék, hogy ez egy Szilárd szótár. És szerintem is ez egy Szilárd szótár, tehát hogy nehéz lenne feldönteni. Meg ha jól emlékszem, ilyeneket is ír Szilárd az irodalom feladatáról, hogy az igazi értékes irodalom az olyan, amelynek önmagán túlmutató feladata van. És szerintem ez a könyv is olyan, aminek önmagán túlmutató feladata van. De úgy is olvastam ezt, mint egy ilyen, hát hogy is fogalmazok szépen, egy ilyen szellemi intervall edzést. Tehát, hogy van egy felhevülés, nagyon sok felhevülés van a könyvben, és vannak a leülepedések. És a leülepedések eredményét olvassuk. És ez át is vezet majd minket ahhoz a kérdéshez, amit talán én úgy összegeznék, hogy a mondani való problémája, hogy végül is miről szól ez a könyv, meg hogy kell olvasni. Szerintem azért nagyon figyelemre méltó ez a könyv, mert hogy nem csak ráció van benne, hanem emóció is. Meg nem a tudásról szól, mert rengeteg minden van benne összefoglalva, hanem a hit is benne van. És Szilárd elmélkedik több helyen is a hit szerepéről, hogy végül is a végső láncem az a hit. De nem mindegy, hogy milyen hit. Hogy erős vagy gyenge, teszem hozzá, és szerintem itt egy erős hit van, egy erős elköteleződés. És nekem ez a könyv akkor a legerősebb, amikor a 19. század nyelvén beszél. Ugye mi is voltunk Szilárd, meg a voltunk fejezet is inkább erről szól, hogy a 19. század nagy eszmei, nagy gondolatai, nagy érzelmei hevítik, és kevésbé a 20. század, ami sűrű és nehéz, meg még kevésbé a 21. század, ami, ha jól emlékszem, valahogy így lehetne összegezni, hogy nem Rilke vezeti, hanem a real time. Tehát azt hiszem, hogy Szilárd a 19. század hangnemében próbál átadni valamit arról, amit mondani szeretne nekünk. De hogy mit akar mondani a szerző? Hát majd itt van és elmondja, de hogy nekem miről szól ez? Miért haza szótár? Szerintem ebben van egy rejtett szótár, ami nem külön szócikkekben van foglalva. A szülőföldről, a hazáról, a hazatérésről. Nekem ezek a legerősebb érzelmi motivumok a könyvben, hogy mit jelent a szülőföld, a hazatérés problémája, és valahogy nekem e körül kering az egész kötet, és azért nagyon erős, mert úgy ír, ahogy én szeretem olvasni a könyveket, hogy nem akar csak okoskodni, nem akar csak a rációra hivatkozni, hanem van benne harag. Nem is tudtam egyébként, hogy Szilárd ennyire haragszik a költőkre, meg a szépírókra, de hát ez van. Van benne egyenesség. Szerintem azért néhány fejezet nem esik jól a honfitársainak, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, a szülőföldjén élőknek. Mert hogy azt mondja, hogy évtizedekig hazudtunk magunknak. Szóval kegyetlen egyenességgel beszél, és van benne érzelem, amit én hazaszerelemnek fordítok le. És ez mind betakarja, lefedi, becsomagolja azt a tudást, meg azt a képességet, amivel a Szilárd rendelkezik. És hogy keretes szerkezet legyen, meg próbáljam lezárni a gondolatmenetemet. Utoljára szeretnék beszélni a probléma problémájáról. Hogy mi itt a probléma?
ismerek nagy indiánokat. Fel tudnék sorolni Sioux indiánt, aki azért volt híres, mert álomlátó volt, és egyébként harcolt is, és sokat tett azért, hogy visszavezesse a szülőföldjére a saját népét. Akkor eszembe jutott egy Dakota indián, azt hiszem Eastmannek hívják, aki orvos volt, meg tudós, és megírta Amerika történetét indián szemszögből. És volt egy nő is, Lozennek hívják, azt hiszem, ő meg egy apacs volt, aki szintén álomlátó volt, és arra használta a képességét, hogy az ellenség lépéseit felderítse, hogy jobban lehessen harcolni ellenük. De szerintem itt meg itt van egy széke indián, Demeter Szilárd. Szerintem a legszebb fejezet az az indiánról szóló fejezet, de ez nyitja ki a kérdéseket. A probléma problémáját, hogy mi ez itt? Ez egy rezervátum? Ez Szilárd egy rezervátor? Vagy többre vagyunk hivatottak itt, ahol valahol állunk, és nem bárhol állunk, és mi a mi hozzájárulásunk a világhoz, mert nyilván a világ kevéssel járul hozzánk hozzá. És én ezekre a kérdésekre nem tudom a választ. De az, hogy megvan a kérdés, a probléma problémája, hogy mi itt indiánként tudjuk, hogy van egy törzsünk, és ez vezetve is van, és a szülőföldhöz tartozás, a hazához tartozás, a hazatérés érzelmei vezetik. Ez mire elég, és mi jön ki belőle? És van itt egy probléma, ami egy újabb probléma, ami mindenkit foglalkoztat ebbe az intézetben, meg amiről beszélni szoktunk. Hogy most mi van előbb, a politika vagy a kultúra? Kultúra vagy a politika? És hogy mit jelent indiánnak lenni, meg rezervátumban lenni? Hát, hogy azt mondja a Szilárd, hogy a minden, ahogy élünk, meg amik vagyunk, az a kultúra. De ez a politika is. Tehát végül is a kultúra az, ami politika. És a politika az, ami kultúra. És bennem az a kérdés vetődik fel mindig, amikor a kultúráról, meg a politikáról hallok beszélni, hogy minőségjelzőként kerülnek elő. Mintha a kultúra minőségjelző lenne, holott Szilárd úgy fogalmaz, hát akik vagyunk, ahogy élünk, amilyenek vagyunk, az a kultúra. Mi magyar indiánok vagyunk. Itt élünk, ez nem egy szállásterület, hanem ez a mi hazánk. És ez az érzelmi töltet hatja át az egész munkát, és ezért lehet azt mondani Szilárd könyvére, meg Szilárdra, hogy akkor jöjjön a taps, hogy bárhol fog járni, mindig valahol lesz, valahol itt, vagy itt, vagy itt. Meg nem tudom, most már jöjjön a vita, amiben én is résztvevő vagyok, mert ennyi futott tőlem a dicséretből. Köszönöm szépen. Köszönjük Gábornak. Mindjárt jön a vita, de az indiános részt is felvillantjuk mindjárt, amit említettél. Biztos sokakat érdekel, hogy mire utalhat a könyv címe, a Valahol szabadság, amit már Gábor is megpendített, és hogy mi lehet ennek az ellenpontja. És a következő idézet az erre utal, ezt bontja ki egy kicsit. Húsvéti összegzés. A jövő receptje. Védj két hidrogénatomot, kös hozzájuk egy oxigénatomot. Ha ezt nem tudod megcsinálni a konyhádban, akkor meghalsz. Hogy alkalmas-e a földi környezet az emberi életre, az a föld számára közömbös. Az embernek nem az. Az emberről ma a közös tudományos és haladó tudásunk ennyiből áll. Az ember a legkártékonyabb élőlény. Ebből azért nem nehéz levonni azt a következtetést, ami már nem vádirat, hanem ítélet. De hozhat-e végítéletet az egyes emberek matematikai halmaza az emberiség fölött? A bárhol szabadságának lényege. Bárhol, bármikor, bárki bármit fogyaszthat. Ezzel ellentétben a valahol szabadságát a kitüntetett idő és a hely horgonyozza le. Stream platform versus templom. Az üdv történet valahol félrecsúszott. Amiben élünk, keresztút helyett Covid, feltámadás helyett ébredés, megváltás helyett másnap. Nem a környezet, hanem a teremtés védelem teszi élhetővé a Földet. Az ember utáni gender viszont épp a teremtés rendjének felülbírálása. Az ember utáni gender világban szegény. Nem valaki, hanem valami más.
Az ember utáni gender pusztán egy ökológiai lábnyom, aminek a mértékéről lehet beszélni. Túl van jón és rosszon. Bűne nincs, a jövője egy szám. Az ember utáni gender gyermeke tehát nem gyermek, hanem utód. Az ökológiai lábnyom növelése. A gyógyszerrel a halált próbálod elkerülni. A gyógynövénnyel az életet tudod jobbá tenni. És volna még pár ilyen döntési pont. Nem taktikai, hanem stratégiai kérdés. Az emberi szabadság egyik biztosítéka az, hogy tudjunk készíteni a környezetünkben található anyagokból olyan eszközöket, amiket meg is tudunk javítani. Tudsz varni kimosható pelenkát? Az az eszköz, amivel megépítesz valamit, alkalmas arra is, hogy fejbe verj bárkit, aki el akarja venni tőled azt, amit megépítettél. Az vagy, ahogyan nézel a világra. Ha magyarul nézel, magyarként néznek vissza rád. Ha fejben másodikként bezzeg máshol élnél, akkor hontalanként kezelnek. A bárhol szabadsága éppen ezt jelenti. Sehol nem vagy otthon. Nemzeti politika. Ne az országért, hanem a hazáért tégy, és ne az állampolgárok, hanem a nemzet közösségi erejében bíz. A legvidámabb barak legvidámabb lakója is fogoly. Két iránymutató idézet a napi politikához. A szabadsághoz legalább két ember kell. Egyedül az ember nem szabad, csak magányos. Ha az életfa törzsét elfűrészeljük, a gyökérzete értelmetlenné válik, koronáját ördög szekérként görgeti a történelem vihara. Aki szerint a közösségi médiában posztolt kommentje a megoldás, az kultúrafogyasztó. Aki gondolkodik, dönt és cselekszik, az kultúra hordozó. Aki megváltoztatja a világot, az kultúra teremtő. Ha feltámadásban bízol, tartsd észben, csak az támadhat fel, aki már meghalt. Aki élőként járja a poklot, az megváltást remélhet. De megváltást nem az akárki halála hozhat. Már csak egy Isten menthet meg bennünket, mondta csaknem fél évszázada egy filozófus. Ehhez első lépésként az Istenbe vetett, hitbe vetett hithez kellene eljutnunk. Krisztus feltámadt. Most pedig kérem a könyv szerzőjét, Demeter Szilárdot, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatóját, Békés Mártont, a 21. század igazgatóját, és G. Fodor Gábort, hogy jöjjenek ki, és akkor beszélgessünk, vagy vitázzunk a kötetről. És akkor, ha már elhangzott az indián jelenetnek a felvetése, akkor hangozzék el ezt, kezdjük ezzel, és akkor ezzel egy kicsit felütjük a beszélgetést, vagy ebből elindítjuk. Ez így hangzik, ez a rövid rész. Az indián a határtalan gyermeke, ezért nem érti a határ fogalmát. Nem csak a fizikait nem érti, hanem sem fejben, sem lélekben, sem műfajokban nem éli a határokat. Az indián ugyanakkor nem lő dörög céltalanul. Oda megy, ahol dolga van, és ha valahol dolga van, akkor oda megy, függetlenül attól, hogy erről ki mit gondol. Az indián benszülött, ezért azt feltételezi, hogy mindenki az. Nem érti a kintszülötteket. Nem is értheti, mert az indián szerint mindenki van valahol. Fogalma sincs a bárholról, ezért a bárholban élő kintszülöttek lenézik. A bárholban élő kintszülöttek úgy vélik, hogy az indián rökhöz kötött, pedig az indián csak két lábbal áll a földön. Az indián esztétikailag nem túlképzett, nem szereti a terméketlen vitákat. Nem szokott azon merengeni, hogy a fekete és a fehér nem színek. Jobb napjain viccesnek találja, amikor azt magyarázzák neki, hogy a fekete a színek hiánya, a fehér a színek összessége. Az indián annyit tud, hogy a világ színes, és hogy minden színárnyalatnak olyannak kell lennie, amilyen. Az indián nem akarja kijavítani a teremtő vélt tévedéseit. Az indián tényleg azt hiszi, hogy a kép foglyul ejti a lelket. Rajta kívül ez csak a képek alkotói és az alkotások értő befogadói gondolják így.
Az indián többet tud a szavak erejéről, mint megannyi tanszék összes professzora, ezért nem fecseg fölöslegesen. Az indián ismeri a csend értékét is. Az indián nyelve ezért alkalmas rejtjeles üzenetek küldésére. A háború zajában nem értik a csendet, csak azok, akiknek van fülük a hallásra. Az indián bátor. Bátorság próbaként akkor is önmaga marad, amikor mindenki másnak mutatja magát. Az indián rendkívül jó nyomolvasó. Számára egy cigaretta csik is el tud mesélni egy történetet. Az indiánnak akkor sincs tükre, ha azt farag. Nem azért, mert füst van a szemében, hanem mert nem magára kíváncsi. És ha netán megpillanthatná magát mondjuk egy víztükörben, akkor sem magát nézi, hanem próbál a vízfelszín alá belátni. Az indián tudja, hogy a lényeg a felszín alatt rejtőzködik. Az indián lehet egyedül, de soha nem magányos. Mindig egy törzs tagjaként gondol magára, és ha a törzs kiveti magából, akkor egy konkrét törzs nem tagjaként megy valahonnan valahová. Az indián tánca törzsi tánc. Éneke törzsi ének, és még akkor is táncolja és énekli, ha a törzs többi tagja már a tüzes víztől bódultan egy kocsma falán nézi az ámjátékokat. Mert az indián tud valami nagyon fontosat. Amerikai bárki lehet, de indiánnak születni kell. De egy tapsot azért megérdemel. És akkor talán indítsunk ebből, hogy Gábor is felütötte. Egyértelmű, hogy alapkérdéseket feszeget a könyv. Mi a magyar, mi a haza? Mit jelent magyar szemmel nézni a világra? Ez többször is előkerül. És nekem egy kicsit úgy tűnt, mintha azt feszegetné, hogy olyan korszakban élünk, hogy szükséges újraértelmezni azt, hogy mit jelentenek ezek a fogalmak, és megerősíteni ezeket az igazodási pontokat. Talán kezdjük. Kezdjük a kört Marcival, az első kört. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Nagyon szuper ez a kérdés, nem erre fogok válaszolni. De ezt is sorra veszem. A Szilárd eltévedt, és nem jó helyen van, amennyiben valóban nem szereti a dicsérést. Gábor pedig arra kért, utasított, parancsolt minket, hogy dicsérjük meg egymást, ami nagyon szívemből szól. Egy nagyon egyedi könyvről van szó az én olvasatomban. Napokon keresztül szánt szándékkal zsebkönyvként kezelve olvastam, úgyhogy a Szenny címoldalon a kisfiam krikszkrakszai rajzai vannak, amikor csak lehetett, akkor olvastam. Szándékosan nem siettem vele, nem lehet vele sietni ugyanis. Nem lineáris alkotás, találomra bele lehet olvasni, vagy egyhuzamba is végig lehet olvasni, és hát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a kötetnek a nyelvi gondozója, Soltész Marci itt van, és a általa Szilárd könyvéről a kommentárba írt recenziót én már nem csak, hogy megkaptam, elolvastam, de meg is szerkesztettem, az is egy kiváló szöveg. És ő vitatkozik ebbe a recenzióban azokkal, akik azt mondják, hogy Szilárd az előző szépirodalmi művei, bár szerintem ez is szépirodalmi mű, én magamba politikai novellás kötetnek, vagy politikai egyperceseknek neveztem el, hogy Szilárd nem posztmodern alkotó. Szerintem viszont a posztmodernnek van egy jó arca, amit nyugodtan ki lehetne használni konzervatív emberként, ez pedig az az arca, ami az egyszerit, a megismételhetetlent, a racionalizmussal szembeállót, az intuíciót, az ösztönt, az életnek a legmélyét tudja mozgósítani. Ez tulajdonképpen egy posztmodern erény, szerintem nyugodtan elővehetnénk, és ennyiben Szilárd, bár nem szeretnélek sértegetni, posztmodern, ez az én számból egy dicséret volna. Szerintem ez egy posztmodern alkotás, a legjobb értelembe véve szerkezetileg biztosan, és nagyon jól el van találva az idézet, amit hoztál, és Gábor laudációjának vége is erre futott ki, hogy az indiánokkal kezdjünk valamit. És nagyon érdekesnek találom azt, hogy a
magyar kultúrába, különösen egyébként a Kádár rendszer idején micsoda indián kultusz tombolt ebben az országban. Még egy ilyen nagyon érdekes, sőt két nagyon érdekes kulturális transfert hozok erre. Magyarországon mindennél, minden egyes országnál többen, jobban fogyasztják a általam végtelenül utált Buzz Spencer és Terence Hill, filmeket. Igazi kultuszuk van, körök alakultak rá, ugye a hagymás bab és egyéb szállóigék biztos ismerik őket, ezek közkézen, közszájon forognak, a másik pedig a Spanyolországban vetített Torrente filmalkotások, amik Spanyolországban és Magyarországon világhíresek, sehol máshol ekkora hatást nem tudtak gyakorolni. Szerintem ilyen az indián kérdés is. A Kádár rendszerben az indián romantika, amiben aztán ugye Cseh Tamás is érintett volt, egy nagyon érdekes témának tartom, ha az Ákos szövegeket megvizsgálják, ott is az indián tematika, indián romantika nagyon mélyen érvényesül, ha csak az indián táncra utalok, és hát persze miniszterelnök úr híres, neves, ma már elfeledni látszó Dakota közmondásai is ebbe a tematikába illenek, és hogyha elolvassák azt a halotti beszédet, amit ha jól emlékszem, akkor Szőcs Géza fölött tartott, abban is, ha nem csal az emlékezetem, abban is egy indián párhuzam van, és úgy tűnik, hogy nekünk magyaroknak az indián párhuzam, az indiáknok léte, sorsa, törzsi szerveződés, az indián romantika, az indián könyvek, amit az én apám is végigolvasott annak idején, ez valamiért meghatározó, és ez egy kulturális összetevő, abszolút egyedi, és a Szilárd könyvéből hozott sor, amit, hogy megerősítsek, én felolvasok még egyszer, amerikai bárki lehet, de indiánnak születni kell. Ez szerintem egy szurrogátum, egy atomsűrűségű mondat, ezt a mondatot nem lehet tovább hasítani, viszont mindent rá lehet építeni. Valamiért ez a magyar kultúrába neuralgikus pont, itt a Szilárd valami mélyen magyart nagyon eltalált, és nagyon jó, hogy ezt a mondatot, mint a tengerből egy igaz gyöngyöt felhozta. Valamiért nekünk az indiánok sokat jelentenek, és hozzáteszem, az indiánok nomádok voltak, ugyanúgy, mint a mi őseink. A nomád minden félreértés elkerülése véget, mondom, nem határtalan népek, földet járnak be, földhöz, legelőkhöz, ivóhelyekhez és szent helyekhez kötődnek, mélyen olyan életgyakorlatot folytatnak a nomádok is, a mi őseink is, meg az indiánok is, amit szerintem a 21. században fel kell fedezni, ez is egy posztmodern gesztus. Úgyhogy Szilárdnak pedig gratulálok, mert kitűnő könyvet írt. Szilárd, mit jelentenek az indiánok számodra? De először is köszönöm Gábornak és Marcinak a dicsérő szavakat. Én valóban nehezen tudom elviselni, hogyha dicsérnek. Nem tudom miért, ezt Mária főigazgatóasszony is tudja, tehát hogy majd ha ideges leszek, amikor valaki pozitívan nyilatkozik munkámról, vagy valami fajta teljesítményemről. És valószínűleg azért, amit Gábor felemlegetett a közös munkánk okán, tehát hogy abban szocializálódtunk, hogyha jól végzed a munkát, az a rendjén való, tehát hogy úgy kell végezni, az a természetes, és csak akkor szólnak, hogyha valamit elrontasz, tehát hogy az, hogy valami sikerül, az tök normális, azért csinálod, hogy sikerüljön, nem azért, hogy elronts, tehát hogy alapvetően ez a testtartás. Az indiánok kapcsán, tehát ezt a mondatot, amit így már nem tudom, hányszor átismét, ez egy lopott mondat. A székelyektől loptam, vagyis saját magunktól. És mi székelyek szoktuk azt mondani, hogy magyar bárki lehet, de székelynek születni kell. Tehát, hogy ez ennek a tovább gondolása, vagy tovább konvertálása. És az indián identitás elem az bennem az akkor fogalmazódott meg, amikor elkezdtem gondolkodni ez a szülőföldország haza hármason. Ugyanis én a Ceausescu Romániájában születtem, Székelyföldön.
gyakorlatilag egy szig magyar városban, tehát a főszekus, meg a főmérnök, meg nem tudom ki volt román, a főrendőr, de mindenki más magyar volt körülöttem, anyanyelvi kultúrában jöttem fel, egy olyan velünk szemben ellenséges országban, ami egyszerűen pont azért, mert velünk szemben ellenséges volt, mint magyar nemzeti közösséggel is, gyakorlatilag a létünkre tört, egzisztenciális létünkre tört, ezért nem tudtuk hazaként szeretni. Tehát Romániát nem tudtam, én mai napig nem tudom hazaként szeretni. És közben volt egy ilyen hazaképünk, hogy van valahol egy hazánk, egy Magyarország nevezetű hazánk, ami az érzelmi viszonyulásunk volt, meg kulturális kötődésünk volt, fizikai vagy geofizikai kötődésünk nem nagyon, hiszen nem nagyon lehetett mászkálni a határon keresztül, ezt a fiatalabbak kedvéért mondom. Tehát az, hogy Erdélyből eljuss el Magyarországra, az nem volt egy természetes oda-vissza inga mozgás, vagy nem volt ennyire természetes, mint ma. És akkor ezt éreztem, hogy itt élek a szülőföldemen, minden fűszál zsigerileg kötődött hozzám, tehát hogy ez az ezer éves tudat, az ott élés tudat azért a székelyekben nagyon erős. Egy velem szemben ellenséges országban, ami nem a hazám, és van egy hazám, amiről nem tudom, hogy micsoda, biztos jó, tehát az egy meseországszerűség. És akkor utána jött ez a 30, most már lassan 33 év konzumidiotizmus, amit európai létmódnak szokás hívni, meg kinyíltak a határok, és itt az anyaország és a határon túli közösségek egymásra találása se volt zöggenőmentes, hogy fogalmazzak finoman, tehát hogy a gyalázatos december 5-i kampány az megint mély sebet ütött ez a külhoni magyar közösségek és az anyaország között. Tehát hogy ezzel is valamit kellett kezdenem, és azzal is kellett valamit kezdenem, hogy átköltöztem az anyaországba, tehát hogy Erdélyből átjöttem Magyarországra nem is olyan rég, vagy legalábbis az én emberi léptékem szerint nem olyan rég, és akkor itt van ez az ország, ami a hazám, és hogy tudom-e hazaként szeretni azt az országot, amit úgy szerettem hazaként, hogy nem ismertem. És ebben elég sokat segített nekem a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatói pozíciója, tehát az, hogy hirtelen elkezdtem olyan regisztereket meglátni ebben az országban is, ami úgy szerettette meg Magyarországot, tehát számomra Magyarország nem egy fizikai határok által körbeírható kartográfiai tény. Tehát nem egy ország, hanem úgy haza, hogy valahogy a Kárpát-medencét mindig beleértem maga természetességében. És akkor ez a haza, szülőföld, ország hármasból elkezdett működni, vagy ezeknek a jelentésárnyalatai kezdtek egymásba alakulni, meg próbáltam megérteni, miről szól. De ezt csak a benszülött érti meg. Tehát itt jutok vissza az indián kérdéshez, hogy csak a benszülött értheti ezt a problémát meg. Mert aki kívülről nézi, az csak rideg tényeket lát. És a tényeket is rosszul látjuk. Tehát hogy nekem ezzel van a nagy problémám, hogy azt, hogy Magyarországnak ezek az országhatárai, az egy 100 éves tény, történelmi tény. Az, hogy mi magyarok a Kárpát-medencében itt élünk, az meg egy 1100 éves történet. És az a 100 éves tény, kartográfiai tény, az mentális határa merevült ebben az 1100 évben. Tehát, hogy gyakorlatilag 1000 évet tudtunk lenullázni Trianon után, főként a kommunistáknak köszönhetően, és engem ez borzasztóan zavart. Ezért megpróbáltam felülírni ezeket a mentális határokat és ezeket a kódokat, és elkezdtem olyan típusú szövegeket írni, ami konkrét téma kapcsán születtek ugyan, de mindig elléptem a konkrét témától. Tehát, hogy ez az indián szöveg, amit itt hallottunk az előbb, ez egy Cseh Tamás kiállításnak a megnyitója. Tehát Cseh Tamásról beszélek, de nem Cseh Tamásról beszélek, őt megtisztelem azzal, hogy róla beszélek, de Cseh Tamás kapcsán beszélek valami olyasmiről, ami benne van Cseh Tamás művészetében. De nem biztos, hogy csak ennyi van benne, ebből a szempontból egy picit azért önkényesen bánok a főigazgatói pozícióból adódó előnyökkel, tehát hogy azt mondom, amit akarok, mert ki meri felülbírálni a főigazgatót egy megnyitó alkalmából. De ugyanígy, tehát Petőfi kapcsán is tudok teljesen vad dolgokat mondani, amiről nem biztos, hogy Petőfi kapcsán kellene beszélni, de ez egy jó pozíció, mert felerősíti a mondandót, vagy a mondani valót. És amit itt Gábor pedzegetett a végén, tehát hogy probléma, hogy mit akar mondani a költő. Nem tudom. Tehát, hogy ez a könyv azért született, mert rengeteg bennem a kérdés, tehát több bennem a kérdés, mint a válasz. Nem tudom a végleges válaszokat, és megboldogult szakfilozófusként nem is merem tudni a válaszokat. Tehát aki kicsit a kontinentális filozófiát tanulmányozta, az tudja azt, hogy végén oda jutnak el a filozófusok, hogy nem tudnak semmit. Tehát maximum igaz véleményük lehet, de az abszolút tudás birtokában nem lehetnek.
És ez a belátás az, ami kérdéseket vet fel, és bennem folyamatosan kérdések és kételyek merülnek fel elég sok sarkalatos fogalom kapcsán. És ami miatt ez fontos, mert ez egy magán probléma. Az emberek vannak kérdései, akkor gondolkodjon, menjenek könyvtárba, olvasson, vagy próbálj meg tájékozódni, és akkor ha megnyugtató válaszokhoz jut, akkor nem kell elmenni a templomba, ha meg nem, akkor elmegy a templom, és imádkozik, és remél a legjobbakat. De ami miatt én úgy gondolom, hogy ez nem egy magán probléma, az a gyerek kérdése, tehát hogy ez a utód vagy gyerek kérdése. És hát már nem annyira fiatal apukaként, de kisgyerekes apaként azért az én egzisztenciális tapasztalatom az, hogy volt egy nagyon erős anyanyelvi kultúra a Ceausescu Romániájában, ami mindenfajta nyomás dacára megtartott. Tehát, hogy az anyanyelvi kultúra volt az, ami túlélhetővé tette ezt a nacionálkommunista diktatúrát, és nekem kutya kötelességem ezt az anyanyelvi kultúrát, ha lehet még erősebben, biztosítani a gyerekeim számára, hogy őket is megtartsa, bármi következik. És emiatt gondoltam arra, vagy mertem remélni, hogy ezek a vívódások, vagy ezek a szentenciák, ezek tágabb közönség érdeklődésére is számot tarthatnak, és hát nagyon köszönöm elsősorban Schmidt Mária főigazgatóasszonynak, hogy bevállalta ezt a könyvet, mert hogy ez valóban nem egy megszokott formátum, és megszokott komfortzónán belüli könyv, és hát köszönöm a kiadónak azt, hogy egyszerűen nem akart korlátozni engem ebben a posztmodern szabadságérzetemben. És akkor mondjad te, Gábor, mert a hangod mélyebb. Igen. Engem a problémák foglalkoztatnak, és akkor egy kicsit komolyítsunk ezen, ahogy a tiszteletköröket lefutottuk, mert szerintem ez egy komoly könyv, ami az én értelmezésemben egy nagyon furcsa politikai etikát körvonaloz. Ugyanis az a kérdés, amit itt feszegettünk, hogy ki vagy mi az indián, az egy magánprobléma. Ha úgy tetszik, ez egy liberális kérdés. Hát de az a kérdés, mi a törzs? Mit jelent törzshöz tartozni? És hogy mit kíván meg ez tőlünk, és hogy egy indián hogy illeszkedik be a törzsbe, vagy hogy rekesztődik ki belőle. És azért mondom, hogy politikai etika, mert ha valaki elolvas ezt a könyvet, hogy engem nyomaszt az a kérdés, hogy mindig azt erőltetik ránk, hogy na, de objektívan nézve mi az igazság, meg objektíven nézve mi a helyzet. De minek a nevében kérhetik számon tőlünk az objektivitást? Hát nem a mi törzsünk igazsága a fontos? Nem azok a dolgok fontosak, amelyek a mi törzsünk feltételeit alkotják? Szerintem ez a könyv, ez az elfogultság politikai etikája. És nagyon helyes, hogy vissza kellene állítani a helyére az elfogultságot. Hát milyen alapon követelik tőlem azt, hogy ne legyek elfogult? Kovácsék füveszebb, és? De ez a mi házunk. Ezek a mi törvényeink, a mi életünk, a mi igazságaink, a mi biztonságunk, nekünk kell megvédeni, más nem fogja helyettünk, és így tovább, és akkor már a politika kellős közepében járunk. És szerintem, lehet, hogy tévedek, mert Szilárd itt ül mellettem, tehát majd kiigazít az élő szerző, de szerintem valahogy Szilárdot ez a kérdés, a politikai probléma foglalkoztatja. A politikai közösséghez való tartozás morálját akarja megfogalmazni, és szerintem ez egy borzasztóan elfogult könyv, nagyon helyesen. Hogy nem akar egyrészt másrészt lenni, meg hogy mérjük össze, meg akkor van valami politikai közösségtől elemelhető mérleg, amire rátesszük a mi igazságainkat, és majd kimutatja, hogy hát a másik törzs igazsága az jobb. Tehát azt gondolom, hogy tehát lehet, hogy nem tudom szofisztikáltan megfogalmazni még a problémát, de hogy ideje lenne visszaállítani a méltóságába az elfogultságainkat. Hát mi más működteti a mi közösségeinket? Elfogult vagyok Szilárd iránt, elfogult vagyok a 21. század intézet iránt, a családom iránt, a haza iránt, és így tovább. Mint ahogy mások is ugyanígy elfogultak a saját közösségeikkel szembe. És jön valaki, és azt mondja, hogy akkor, na, de objektíven nézve hogy van? És akkor azt kell válaszolni, hogy hát objektíven nézve úgy van, hogy nekünk van igazunk. És hogy nekem erről szól Szilárd könyve, és szerintem ez egy politikai filozófiai könyv, minden műfaji ingatagsága ellenére. Maga a szerző is, hát össze se tudom számolni, filozófus, író, politikus, közszolga, traktoros, magánember. Rockzenész. Rockzenész, férj, apa, erdélyi, székely, költő, magyar,
mit tudom én még micsoda, de valójában ez egy politikai, filozófiai könyv, ami az elfogultságainkról szól, és hogy ezeket tiszteletbe kell tartanunk, mert ha nem tartjuk őket tiszteletbe, akkor gyengülni fog az a kötelék, ami minket összeköt, és ami megvédi a mi közösségeinket. Én így olvastam, lehet, hogy helytelenül, de nekem jól esett így olvasni, úgyhogy igazából nem érdekel, hogy ki mit gondol róla, nem? Hát ez az elfogultságnak az olvasata. A főigazgatói 5 éve első botránya, most fog lejárni az első mandátum, vagy a mandátum. Az első botránya az a megnyitó, vagy a bemutatkozó beszédem egyik tételmondatához kapcsolódik, amikor azt mondtam, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeum már pedig politizálni fog. És akkor megfagyott a levegő, meg a hideg gyűlölet valahogy hirtelen felemelkedett. Mert, hogy mondtam én akkor tovább, már maga Petőfi irodalmi léte az egy politikai állítás, hiszen azt mondja ki a mindenkori kormány, hogy létezik olyan, hogy magyar nemzeti kultúra, és ez a magyar nemzeti kultúra olyannyira értékes, hogy sok milliárd forintot hajlandó rá áldozni, hogy ezt óvjuk, gyarapítsuk, gazdagítsuk, lehetőleg tegyük közzé. És hogy ez a mai világban, akkor még ráadásul még bókörület nem volt ekkora, ez egy politikai állítás. Tehát, hogy a nemzeti kultúra az értékes és számunkra fontos. És azt is elmondtam ebben a megnyitó beszédben, hogy én nem hiszek az értéksemleges közgyűjteményi testtartásban. 2019-ig a magyar közgyűjteményi törvény értéksemleges közgyűjteményi létmódot írt elő törvényileg, és akkor 6-6-os közben járásomra ezt megváltoztatták értékelkötelezett testtartásra, vagy előírásra, törvényi előírásra. Ugyanis én azt mondtam akkor, és azt mondom mai napig, hogy nekünk, szóval számunkra sokkal fontosabb a magyar kultúra, mint bármelyik más. Nem azért, mert jobb vagy rosszabb, mint bármelyik más, hanem azért, mert ez a miénk. Tehát, hogy ez csak nekünk fontos, és nekünk emiatt fontosnak kell, hogy legyen. Tehát nem lehet a semleges állam liberális doktrinát átvinni közgyűjtemény területre, ami nem zárja ki azt, hogy a közgyűjtemények más kultúrák, kulturális örökségeivel is foglalkozzanak a maguk elkötelezett módján, de elsődleges, vagy értékelkötelezett módon, elsődleges módon a saját kultúránkkal kell foglalkozniuk. És ebből óriási botrány lett. Tehát, hogy a saját főigazgató kollégáim sem nagyon akarták ezt nekem elfogadni, vagy elhinni, hogy ez egy élhető tételmondat. A másik tételmondatom, ami szintén ilyen kicsi botrányosra sikeredett, az a sok ilyen van. Az a funkcionális analfabéta újságírókra vonatkozott, tehát hogy a magyar média tele van funkcionális analfabéta újságírókkal. És ez azért probléma, mert ez a megértés vagy a kultúrahordozás szerepét veti fel. Tehát, hogyha az a nagyon átmediatizált közeg, amit mi közbeszédnek hívunk, és gyakorlatilag mindenfajta média platformon, meg közösségi média platformon vívjuk ezeket a szócsatákat, ha ezeknek a fő aktorai, a független objektív újságírókat, tök mindegy, hogyan nevezzük őket, funkcionálisan analfabéták, tehát nem értik a leírt szöveget, akkor ott valami nagyon gajra fog menni, nagyon félre fog csúszni. Tehát a kultúra hordozói eszköz jellegét ez a típusú médium, ez el fogja veszíteni, már pedig nem nagyon van más. Tehát, hogy annyira megváltozott a kommunikációs tér, hogy ha tartasz egy kiállítás megnyitót, mondjuk megnyitasz egy kiállítás főigazgatóként, és elmondasz valamit, és ha erről nem a tudósítást, nem ír valamit valamelyik médium, vagy valamelyik médium csoport, nemzeti, vagy liberális, vagy tök mindegy, akkor az a kiállítás megnyitó nem történt meg. Tehát 30 ember hallotta, hogy te mit gondolsz az adott témáról, és akkor nem történt meg. Ezért mertem a rengeteg kiállítás megnyitó beszédemet beleépíteni ebbe a könyvbe, mert 30 ember hallotta, médiát nem nagyon érdekelte, mert egy irodalmi kiállítás az nem egy nagyon izgalmas történet, tehát hogy most megnyitunk egy Petőfi állandó kiállítást, na és akkor mi van, 200 évben egyszer születik ekkora zseni, és akkor mi van. Tehát, hogy van ez a kultúrát magáról lerugó, ám de nagy hűbriszű a média hozzáállás. És én úgy gondolom, és akkor itt visszacsatolnék Gáborhoz, tehát hogy a körbezárni, hogy de ez az, ami bennünket megtart. Tehát végig az identitás körül forgunk. Tehát, hogy az, hogy te ki vagy, az egy identitásbéli kérdés, és ebből a szempontból mi identitáspolitikát csinálunk, szemben azokkal az identitáspolitikákkal, amelynek az őrülete most már teljesen a abszurd helyzeteket eredményez. Ezzel szemben, tehát hogy ez nem egy racionális vita.
Ezt akarom valahogy, ide akartam eljutni. Tehát az identitás politikákkal szemben te nem tudsz racionálisan érvelni, hiszen ha valaki azt mondja, hogy ő már pedig kutyának érzi magát, és te azt mondod, de hát nem vagy kutyát, látlak téged, nem vagy kutya, de neki joga van kutyának érezni magát, és én ezt elkezdem vitatni, akkor egzisztenciájában lehetetlenítem el, tehát náci vagyok, ez a logikája történetnek. Ezzel szemben, ha nem tudok racionális vitát már folytatni, már pedig az európai kultúra ugye erről szólt, hogy valahogy eljutottunk odáig, hogy Platontól mondjuk Wittgensteinig, hogy mégiscsak meg kéne tudni vitatni ezeket a közös dolgainkat, akkor csak azt tudom, hogy a saját identitásomat erősítem meg, az én identitásom, hogy Gábor felsorolta, sokféle formában manifesztálódik, de a legmélyén, leglényegében ez a széke indián, tehát ez a magyar benszülött. Tehát, hogy ez vagyok én, beleszülettem ebbe a típusú kultúrába, ebbe a kulturális kódrendszerbe, és ez nekem jó. Tehát én nem akarok más lenni. Nem akarom, hogy ebből engem kibillentsenek, hiszen egyrészt 1100 éven keresztül a törzsemet túlélővé tette, másrészt engem is fenntartott egy velem szemben ellenséges környezetbe. Miért cseréljem le? Tehát, hogy ez a kérdésnek a lényege. Csatlakoznék ehhez, amit most Szilárd mondtál, és hát lényegében valamelyest választattál rád, azért rugóznék még ezen a kultúra és politika kérdésen. Ugye sokan vetik ma fel, hogy hát nem kéne a kultúrába bevinni a politikát, és hogy a kultúra szabadságát, függetlenségét meg kéne őrizni, de hogy a mostani hatalom vagy kormány meg akarja szállni ezeket a független bástyákat is. Marci, mit szóltok ezekhez a vádakhoz? Hát ilyen szép délutánon csak baromságnak nevezném ezt az álláspontot, de valóban vegyünk komolyan, mert két szempontból is. Egyrészt a könyvnek én a súlypontjában, vagy oldalszám szerint is a tengelyében ez a kérdés van. Van benne egy ilyen mondat, hogy a kultúra tehát politika, és a politika kultúra, ezt mindjárt megmagyarázom, hogy szerintem a szerző hogy érti, bár ő is itt van, és el tudja mondani. Másik pedig arról szól, ami azért, hát legyünk őszintén, 2018 nyara óta ez rendszeres menetrendenként előfordul. Én ezt a kultúrharcok szezonjának nevezem, amikor miniszterelnök úr Tusnádfürdőn azt mondta, hogy a magyar mostani politikai rendszert kulturális keretbe, mederbe kellene ágyazni, akkor ez hatalmas felzúdulást keltett, ez 18 nyarán volt, és aztán minden egyes nyáron jött valami újabb esemény, hol a hárombetűs rövidítések, tehát CEU, MTA, az NGO-k kapcsán került ez elő, hol ezen az idei nyár kultúrharc szezonja, az a Libri megvásárlása körül folyt, és mindig van, vagy itt volt a könyvfóliázások, ugye, ami hát egy törvényi kötelezettségnek való elegettételt jelent csupán, de aztán Szilárd, ahogy szokta és utalt rá, valóban ő is néhány kultúrharc hullámot elindított, de Magyarországon kultúrharcot a régi megszokott hitbizományainak védelmében a balliberális értelmiség, különösen a liberális értelmiség folytat, hiszen megszokták, hogy azok a struktúrák, amiket valamilyen átöröklés folytán az acéli időkkel tulajdonképpen kontinuitásban lévő liberális hegemónia idején megörököltek, azt most átrendezi a magyar kormány. És ilyenkor kell, így fogják fel ők, és ez a kultúra megszállása, ilyen szavakat, ha esetleg lesz egy második kiadás, ironikus, posztmodern iróniával biztos, hogy beletennék, hogy van ez a beszántani szó, ugye ezt imádják mondani az MCC, beszántotta a Librit. Aztán beszántották az akadémiát, beszántották annak idején 5 évvel ezelőtt a kommentár folyóiratot, és mindent beszántanak, nem tudom, hogy ez a mezőgazdasági szó, ez miért a belpesti értelmiségnek miért ennyire kedves, de ilyen a kultúra megszállása, és egy csomó más hasonló szakkifejezés van. Mindez azt jelenti, hogy változik a magyarországi kulturális millió, vagy a kulturális hegemónia szerkezete, és fel kell tenni azt a kérdést, ezt bizonyos szempontból egy bekezdés erejéig a Szilárd is megteszi,
hogyha Magyarországon szerkezeti vagy politikai értelemben egy új államról beszélünk 2010 óta, annál is inkább, mert 2012. január 1-e óta hatályos egy új alkotmány, és az új alkotmányok új államot szoktak konstituálni. Ezeknek az új államai, ezt a Szilárd is leírja, van egy adott területen, földrajzi helyen, vagy jogi környezetben, mondjuk kettős állampolgárság erre ad lehetőséget, van egy etnosza, van egy adott nép, ami konstituálja ezt az államot, demokratikus körülmények között a parlamenti többség az, ami meg van bízva a nép többsége részéről, arra, hogy konstituálja ezt az új államot. Tehát etnoszunk, területünk, jogaink és népünk, etnoszunk van, van egy új államunk, van egy írott alkotmányunk. Ha már most így áll a helyzet, és ezt rendre, egymás után négyszer, kétharmados parlamenti felhatalmazást érő módon megerősítette ez a bizonyos etnosz, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy ennek a politikai csoportosulásnak a magyar kultúrában miért nem lehet még egy ötödese. Tehát parlamenti viszonyok között kétharmad, tehát rendben, tehát 63% az politikában lehet, de a kultúrában még 10-20% se. Én azt gondolom, hogy ez nincs jól, annál is inkább, mivel alkotmányos körülmények között az ilyen stratégiai kulturális infrastruktúrában ilyen intézmények, mint amit a Szilárd is vezet, kutya kötelesség, hogy az alkotmány szerint járjon el, vagyis azokat az elveket, azokat az értékeket támogassa, amelyek a magyar állam, az új magyar állam alapjában benne foglaltatnak. Tehát nemzetelvű legyen, családelvű legyen, munkaközpontú legyen, közösségelvű legyen, és a PIM jelen pillanatban ezt csinálja. Ez nem azt jelenti, hogy minden mást úgymond megszállnak, esetleg beszántanak, minden más természetesen működik, tehát mesztelenre lehet vetkőzni egy belvárosi színházban, csak közpénzt lehetőleg ne adjunk rá, ha már annyira a közpénz foglalkoztat minket. Ez azt is jelenti, hogy a PIM kiállításai, mint mondjuk amikor megnyílik a Petőfi 200 kiállítás, amin elhangzott Szilárdnak egy beszéde, ennek bizonyos elemei ebbe a könyvbe is olvashatóak, akkor ez a beszéd arról szól, és ez a kiállítás arról szól, hogy volt egy alapító nagy nemzedéke a magyar államnak, amikor szintén egy új államot konstituáltak a reformkor idején, és ez a nagy nemzedék, ami hát, hogy nagyon távol lévő példákat mondjak, Széchenyitől Petőfiig tartott, ott nemzeti konszenzust élvezett az, hiába volt Petőfi politikailag szélső baloldali, Széchenyi pedig mondjuk ma nemzeti konzervatívnak, esetleg jobboldalinak neveznénk, a nemzeti konszenzus mégiscsak az volt, aminek volt kulturális hegemóniája, hogy Magyarország egy magyarul beszélő Magyarország legyen. Most pedig annak kell lenni a konszenzusnak, hogy az is maradjon. Számomra erről szól a könyv és Szilárd missziója. Megszaladt az idő, egy problémát azért mindenképp bedobnék még, aztán ráköttök, vagy úgy válaszoltak, ahogy gondoljátok. Nekem feltűnt az, hogy a magyar szabadság és a világszabadság, mint két motívum, az szembe van állítva ebben a könyvben, és mintha a kettő kizárná egymást. Miközben én magam azt gondolnám, hogy ahhoz, hogy legyen magyar szabadság, ahhoz kell világszabadság. Tehát, hogy az egyik előfeltételezi a másikat, de Szilárd, te nagyon nem így, nem ezt írtad a könyvben. Hát, mert a 20. század nem ezt tanítja meg nekünk. Tehát, hogy a 20. század az ilyen közvetve köszön vissza itt mindenfajta eszmefuttatás mögött. Van egy szörnyű tapasztalatunk, amit egyébként Hannah Arendt fogalmaz meg később, ami arról szól, hogy az emberi jogokat, tehát az egyetemes emberi jogokat, azt süthetjük, hogyha nincs egy olyan politikai közösség, aki ezt szavatolni tudná számunkra. Erről egyébként már Kölcsey beszél 200 évvel ezelőtt, tehát nekünk ez egy 200 éves tudásunk a nagy nemzedéktől, de hogy konkrétan erről szól a történet. Tehát, hogy az egyetemes emberi jogokat azt deklaráltuk, elmondtuk, hogy minden embernek joga van ehhez, ahhoz, amahhoz, most már származtatott jogok vannak, meg a származtatott jogoknak a derivált jogai, meg mindenféle jog van, de hogy ez egy deklaratív
jognyilatkozat, amiben elmondtuk, hogy minden embert megilletezés amaz. És ha körbenézünk a világban, akkor azt látjuk, ezeket a minden emberi jogokat, tehát minden embert megillető emberi jogokat, ezt így folyamatosan megsértik itt, ott, amott, és ahol nincs egy erős politikai közösség, aki ezeknek a jogoknak valamifajta szabatosságot, vagy érdekérvényesítését tudná biztosítani, akkor lehet neked emberi jogot, csak éppen lehet, hogy kivégeznek, munkatáborba küldnek, és így tovább. És hogy a politikai közösség az ugye többféle lehet, általában az értéksemleges mondja, az az állampolgárok közössége. Tehát egy adott állampolgárainak a közösség az egy olyan politikai közösséget képez, ami képes ezt az emberi jogokat szavatolni. Azt látjuk Nyugat-Európában, hogy nem. Tehát, hogy azok a konszenzuális emberi jogok, amit mi egyébként nyugati kultúrából természetesnek veszünk, az egy egyébként nyugati típusú állam bizonyos területeinek, bizonyos részein éppen nem érvényesülnek, mert ott egy másik típusú civilizációs kód érvényesül azon a területen, tehát hogy én ott az emberi jogaimat nőként miniszoknyában éppen megsüthetem, vagy akár homoszexuálisként, tehát hogy jogom van hozzá, csak éppen olyan környezet vesz körül, ahol ezt a jogot erre a jogra magasról tesznek, és az állam erőszakszervezetei nem képesek engem megvédeni. Tehát a jogállamisága, ha van probléma, akkor az ott van, lajtán túl, nem erre fele. És akkor az a kérdés, hogy ha nem az állampolgárok közösséget, nem az értéksemleges állampolgárok közösség, akkor mi? Tehát mi az a politikai közösség, amely képes szavatolni számomra az emberi jogokat, illetve az emberhez méltó életet. És erre az a válasz, ugye hát gyakorlatilag mondjuk Szent István óta, de a nagy nemzedék által politikailag, politika-filozófiailag is megvitatva, kibontva és konszenzuálisan egyetértve, hogy ez a nemzet. Tehát a nemzeti közösség az a mi közösségünk, és ez az a közösség, amelynek a határaig mi közösséget tudunk vállalni mindenféle ügyben a nemzetünk más tagjai valakivel. Lehet, hogy az életben nem találkoztunk, de elég annak a tudata, hogy ő is ehhez a nemzethez tartozik, és innen kezdve már sorsközösséget tudok vele vállalni. Tehát erről beszél Kölcsei, amikor azt mondja, hogy az egész emberiségért meghalni egyedül csak Isten képes. Az ember meghal hazájáért, háznépéért, emberi szív többet meg nem bír, vagy valahogy így fogalmaz. 1826-ban ráadásul, tehát hogy majdnem 200 éve. Tehát ez a belátható mértékű emberi közösség, és ez a belátható emberi közösség, a nemzeti közösség az, ami még akár Bibót is eljuttatja ahhoz, hogy az a felismeréshez, hogy azt mondja, hogy a demokrácia és a nemzetállam léte az azonos öntő formába készült egyidejűleg. Tehát nem tudunk demokraták lenni a nemzetállami közösség határai fölött. Tehát az Európai Unió abból nem lehet demokrácia, ha innen nézzük, és valóban nem lehet demokrácia, ezért nem lett az Európai Uniónak alkotmánya, ugyanis amiről beszélünk, az etnosz, ugye ez a másik szó, ógörög szó, az a démosz, és innen van a demokrácia, tehát hogy nincs egy közös nép, nincs európai nyelv, nincs európai alkotmány. Nem lehet európai alkotmány, megpróbáltuk, nem sikerült, lett helyette alapjogi kárta, ami egyébként benne van a magyar alaptörvényben, tehát hogy szerintem a legeurópaibb alaptörvény vagy alkotmány az a magyar alkotmány. Szája Józsiék ügyesen belecsempészték az alapjogi kárta különböző passzusait a magyar alaptörvény különböző fejezeteibe, meg a nemzeti hitvallásba is. Tehát hogy ezek a mi természetes határaink, és lehet, hogy ez nem PC, és nacionalistának számít az, aki azt mondja, hogy egy nemzeti közösség tagjaként tud tekinteni saját magára, és az identitását ezen közösség kulturális rendszerében tudja igazából jól megélni, vagy lehet, hogy ez nem világpolgári nézőpont, de ez az élhető nézőpont. És ez sem egy mai vita. Tehát, hogy Arany János írja meg a Kozmopolita költészet című remekében, hogy legyél te világköltő, ha akarsz, számomra áldott az a karam, vagy nyelv, amely bölcsemet ringatta, vagy most nem tudom szó szerint idézni, de hogy ő magyar, tehát egyszer itthon legyen egy költő, aztán utána akard a nyugat-európai romlott költészetet megjavítani, vagy megjavítani. Tehát ez is egy lassan 200 éves vita a magyar kultúrában, hogy akkor most mi élvez primátust. De ennek lett egy következménye is a világszabadság, magyar szabadság összefüggés rendszerében. Tehát, hogy mi úgy akarunk világszabadságról beszélni, hogy zárójelezzük a magyar szabadságot.
Tehát, hogyha megnézzük, akkor a balliberális fejben második Bezzeg Bécsben élő a kultúrhéroszok, azok azt mondják, hogy akkor vagy te jó világköltő, ha megtagadod a magyar költőiségedet. De akkor te nem világköltő vagy, hanem senki. Tehát ez a csapda logika benne. Tehát, hogyha lemondasz az identitásodat, a téged beazonosíthatóvá tévő identitás elemeidről, akkor nem más leszel, hanem senki. Tehát eltűnsz. Kelet-európai. Mit jelent az, hogy kelet-európai? És minél nyugatabbra mész, ha nem magyar vagy, akkor annál kelet-európaibbnak fogsz tűnni. Ha meg átmész a nagyvízen, akkor meg európai leszel. Pont nem tudják, hogy Bukarest és Budapest között mi a különbség, tehát hogy ennyire lényegtelen ez az európaiság onnan nézve. Ezért kellene, gondolom én, még a hithű liberálisként is beleállnod a saját identitásodba, hogy tudjanak azonosítani. Te vagy Krasznahorkai László, magyar író. És innentől kezdve van valami identitás elemed, ami alapján te megkülönböztethető vagy az összes többi világhírű írótól, mert rengeteg világhírű író van, sajnos magyarunk kevés. Szóval, hogy nincs ilyen, hogy világszabadság. Nemzeti szabadságok vannak, valami típusú szabadságjogok vannak. Világszabadság az egy értelmezhetetlen fogalom. Tehát, hogy most mivel tudod párba állítani a hold szabadsággal, vagy Mars szabadsággal, vagy tehát, hogy egyáltalán hol van ennek a határa, hogyan tudod megfogalmazni ennek a lényegét a világszabadságnak. Értelmezhetetlen. Ráadásul az egész mögött álló univerzális emberkép az egy eljuttatott bennünket a kontinentális filozófiában a tiszta ész struktúrájához, vagy koncepcióhoz, de annak is egy hittétel az alapja, most ebben nem mennék bele. Csak kiderült, hogy nem. Tehát nem ugyanúgy működünk antropológiailag sem a különböző emberek a világon szanaszét, mint ahogy azt mi Nyugat-Európában elgondoltunk. És ez a nyugat-európai hübrisz, ez a gőg, ez azt eredményezte, hogy azt gondoljuk mi, mint a Benderlog a dzsungelkönyvében. Tehát, hogy amit a Benderlog ma gondol, azt gondolja holnap a dzsungel. Tehát ezzel a hübrisszel állunk neki, mi bármilyen kérdésnek, ami mondjuk globálisan felmerül, aztán csodálkozunk, hogy a dzsungel meg nem ezt gondolja. Mert miért gondolná ezt? Gábor, az utolsó szó jogán téged illet a zárszó. Megpróbálom keretes szerkezetté foglalni tényleg ezt a történetet, mert eszembe jutott, amikor a Kis János kiadta a Semleges Állam című könyvét egyetemi tanárként, és akkor szólt a taps, mert hát persze, hát egy egyetemi tanár megír egy könyvet, véletlenül se politikai állásfoglalás, nem egy radikális politikai program, hanem egy tudományos alkotás, aminek kijár a taps, az egyetemi professzor úr megírta. Amikor Demeter Szilárd megírja valahol szabadságát, akkor megrepülnek a dárdák. Mert hogy ő nem mondhat ilyet, ő nem fogalmazhat politikai programot. Persze nagyon jó a szimatuk, és nagyon helyes, hogy támadják a Szilárdot, mert az ő személyében szerintem összeér a kultúra és a politika. De ebből nekünk is következik feladat. Én előszeretettel adok politikai programot, amit nem lehet behajtani. Tehát befelé taps, de kifelé tomahawk. Tehát meg kell védenünk a mi igazságainkat, a mi könyveinket, a mi műveinket és a mi embereinket. Mert ők megvédik a magukét. És akkor lehet egy saját kultúrát építeni, egy olyan erőt mutatni, amikor nem kell állandóan elbizonytalanodni abban, hogy igazunk van-e, meg amit gondolunk az gondolat-e, meg amiben hiszünk az értéke, és hogy hihetünk-e. Ez nem egy monológ műfaj. A könyv sem önmagában áll, hanem van egy közege, amiben elvégzik a recepcióját. És nekünk van ebben feladat. Tapsoljuk meg, és védjük meg. Én ezt gondolom. Uff. Köszönjük szépen. Hát igyekeztünk egy kis ízt adni ebből a könyvből, meg értékes gondolatokat. Szerintem sikerült. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és szerintem Szilárd simán dedikál könyvet, hogyha nem. Elfelejtettem mondani, tehát a dedikációs policím ez már évek óta az, hogy miután elolvasta az olvasó a könyvet, és még visszahozza, akkor érdemes csak dedikálni, tehát hogy addig nem, addig, ha akar, akkor meg tud szabadulni, el tudja adni, nem.
tölti a helyet, úgyhogy jó olvasást kívánok. Akkor csak így, akkor hozzá lehet jutni a könyvhöz. Szép estét!